A Nikölsburgi 18. századi kegyérem Simon tornyáról ovális alakú, öntött, vékony sárga részből készült. Felső részén félkör alakú apró, kerek lyukkal ellátott nyúlvány látható. Benne vékony, kerek átmetszetű kis karikával, mely a felfüggesztést szolgálta. Enyhén deformálódott, sérült és hiányos. A simontornyai vártól északkeletre egy feltárás során, egy régészeti megelőző feltárás során találtunk, Kárnémet András kollégám vezetésével. Itt egy törökkori, illetve kuruckori sáncnak a töredékét találtuk meg, ami a várnak egy megerősítése volt. Vannak korabeli források, illetve a tárgyi emlékek is alátámasztják, hogy a törökkorban épült maga a sánc, és a kuruckorban ezt megerősítették. Itt ez akkor egy ilyen mocsaras terület volt, és ebben a mocsaras feltöltésben találtunk 4 darab kegyérmet a 2020-as feltáráson, és ebből az egyik ez a csehországi eredetű kegyérem. Ez egy nagyon apró tárgy, sárga részből készült, ovális alakú felfüggesztő füllel van ellátva, amit feltehetően egy rózsafüzérnek a végén hordtak, vagy esetleg felvarva kabátra. A kegyérem egyik oldalán ovális keretbe foglalva a Nikölsburgi Loretto kápolna látható, a Domus Laurettana Nikölsburg Ens felirattal. Másik oldalán a Lorettói Madonna látható díszes ruhában, kezében a kisded Jézussal. Két oldalán angyalok, felettük egy-egy füstölő. Amikor előkerült a kegyérem és restaurálásra megtörtént, akkor a felirata olvashatóvá vált, itt lehetett elolvasni, hogy Nikölsburgról van szó. Én felvettem a helyi múzeummal a kapcsolatot, hogy van-e esetleg náluk ilyen tárgy, de azt a választ kaptam, hogy nem található náluk a múzeumban egyáltalán ilyen tárgy, és a véletlennek köszönhetően kiderült, hogy Olmutzben egy feltárás során találtak hasonló kegyérmet egy sírban, és akkor ez alapján lehetett valamilyen módon nekiállni egyáltalán a kutatásnak. Az érem elkészülésének időszakában a zarándoklatok lettek akkor egyik legmeghatározóbb vallási formái. A zarándoklatok és búcsú ünnepek alkalmával a kegyhelyeken emlék és kegytárgyakat tudtak magukhoz venni a hívők, melyet az eredeti szentnek tekintett tárgyhoz érintve szentelménnyé váltak. Így az eredeti tájtól átvett tulajdonságokkal vitték magukkal ezeket, egészséget, bűnbocsánatot remélve. Arról sajnos nincsen semmilyen írásos dokumentumunk, hogy esetleg Magyarországról, vagy esetleg Simontornyáról, Mikulov városába szerveztek-e zarándok utat, úgyhogy erre nem tudunk pontos választ adni, viszont a hasonló korú barokk zarándoklatok alapján inkább az feltételezhető, hogy egy cseh vagy morvországban származó ember hozta magával valamikor a 18. század folyamán ezt a tárgyat. A nikölsburgi kegyérem érdekessége, hogy sem a cseh nyelvű szakirodalomban, sem a helyi Mikulovi regionális múzeumban nem található ilyen darab. Ugyanakkor párhuzamként 2 darab kegyéremről tudunk. 2016-17-ben az Olomouci Palacki Egyetem épületének felújítási munkálataikor a helyi régészeti hatóság a feltárás során a Szent Péter és Pál templom körüli temető részletét tárta fel, ahol 2 sírból is került elő a simontornyaival megegyező kegyérem. Ezeket a kegyérmeket még 1572-ben 5. Sixtus pápa engedélyezte, hogy a különböző búcsújáróhelyeken eladhatóvá váljon. Erre főként azért volt szükség, mert a korai kegytárgyak, illetve erekéknek az elhordása, hogy ugye minden templomban legyen egy-egy darab, ezáltal elaprózottak ezek a korabeli erekék, és ezáltal kevésbé szórottak szét a világban, és ezeket a kis tárgyakat tudták ugye akkor hazavinni magukkal az emberek. Nikölsburgban Dietrich Stein bíboros indítatására a Mária kultusz iránti személyes tisztelete jeleként pápai engedéllyel 1623-ban kezdték el építeni a Lorettói kápolnát Giovanni Giacomo Tencala tervei alapján, ahol az eredeti kegyhely Madonnájának másolatát helyezték el. A magyar régészetben, illetve a néprajzban
ezeknek a kegytárgyaknak a kutatása ez még korai. Már olyan értelemben korai, hogy még ilyen gyerekcipőben járunk vele. A régészeti feltáráson nagyon kevés kerül elő, mert ugye a régészeti feltárások, illetve a régészet tárgykörébe tartozó leleteket 1711-ig datáljuk onnan. Attól korábbiak mind a régészethez tartoznak, és egy kora újkori temetőnek a feltárása az nagyon ritka régészek által. Itt Tolna megyében például magán Tolnán annak idején a Selyem gyárnak a feltárása során kerültek elő például 16-tól 18. századig terjedő sírok, de nagyon ritka, mert általában ugye ezek a kora újkori temetők, ezekre nem épültek rá nagyon sok esetben épületek, hanem hogy a 17. századtól kezdve folyamatosak. Ezért ott nem szoktunk feltárást végezni, főként kegyeleti okokból. És a régészetnek a mai helyzetében tervásatásokat nagyon ritkán szoktunk végezni, főként leletmenteni megyünk ki, tehát ahol valahol építkezés folyik, ott tudunk régészeti feltárást végezni. 1784-ben a templom kigyulladt, és vele együtt a Loretto-i kápolna is súlyosan megrongálódott. 1845 és 1852 között a templomot Heinrich Koch tervei alapján újjáépítették, de a kápolna maradványait rossz állapota miatt elbontották. Ettől kezdve kizárólag magáncélű temetkezési helyként működött tovább, és a régi templom kegy és használati tárgyait nyilvánosan elárverezték.